Sikerült valamit? Nézd meg! Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket nagy kedden. Szépen lassan haladunk nagy hét titka felé, már szinte benne a teljességbe. Azért választottam ezt az éneket is, amit bár Krisztus királykor szoktunk énekelni, de tudjátok, hogy annak az ünnepnek a tartalma is pont a nagyheti dolgokat, és azon belül is éppen talán a nagypéntekre irányítja a figyelmünket. Most, mielőtt elkezdenénk a Szentmise áldozatot, beolvassuk mai napnak a szándékait, most is nagyon sokat kértetek, Istennek legyen hála. Imádkozunk beteg Marian nagymamáért.
Elhunyt Zsuzsannáért. Elek lelki üdvéért. Kelembölt megáldásáért, hogy Isten akarata érvényesüljön. Apor Vilmos püspöknek közbenjárásáért. Kinga gyógyulásáért. És Szaniszló testvérünk gyógyulásáért. Méltó módon tudjunk együtt ünnepelni, nézzünk önmagunkba, és bánjunk meg bűneinket. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulatással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Krisztus, kegyelmezz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Mindenható örök Isten, segíts úgy ünnepelnünk Urunk szenvedésének titkát, hogy elnyerjük bűneink bocsánatát, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben. Isten, mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Izajás próféta könyvéből. Prófétája által megváltunk nevében így szól az Úr. Halljátok szigetek, és figyeljetek távoli népek. Az Úr hívott meg, mielőtt még születtem, anyám méhétől fogva a nevemen szólított. Számat éles karthoz tette hasonlóvá, s kezének árnyékában oltalmazott engem. Kezének árnyékával oltalmazott engem, mint a hegyes nyíl olyanná tett, és a tegzébe rejtett. És így szólt hozzám, a szolgám vagy Izrael, benned fogok megdicsőülni. De én azt mondtam, hiába fáradtam, haszontalanul tékozoltam erőmet. Ám igaz ügyem az Úr előtt van, és jutalmam Istenemnél. És most ezt mondja az Úr, aki már anyám méhétől fogva szolgájává tett, hogy visszavezessem hozzá Jákobot, és Izraelt köréje gyűjtsem. Így dicsővé lettem az Úr szemében, és Istenem lett az erőm. És mondotta az Úr, kevés az, hogy szolgám légy, és fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ez az Isten igéje. Istenemnek legyen hála. Ajkam hirdeti igazságodat, Uram. Ajkam hirdeti igazságodat, Uram. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Igazságodban ments meg, szabadíts meg engem. Fordítsd felém füled, és siess segítségemre. Ajkam hirdeti igazságodat, Uram. Légy megmentő sziklám és erős váram, ahol oltalmat nyerjek, mert Te vagy Istenem, erősségem és menedékem,
ragadj ki a bűnösök kezéből. Ajkam hirdeti igazságodat, Uram. Te vagy reménységem, Istenem. Ifjúkorom óta, Uram, benned bízom. Anyám méhétől te vagy támaszom, anyám ölétől fogva védelmezőm. Ajkam hirdeti igazságodat, Uram. Igazságodat hirdeti ajkam, és szabadító tetteidet egész nap. Ifjúságom óta oktatsz engem, Istenem, csodáidat mindmáig hirdetem. Ajkam hirdeti igazságodat, Uram. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Üdvözl, légy királyunk, engedelmes voltál atyádnak, megfeszíteni vittek, mint leülésre a szelíd bárány. Jézus, add, hogy hozzád térjek, veled halljak, veled éljek. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent János könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Az utolsó vacsorán Jézus megrendült lelkében, és újból kijelentette: bizony-bizony mondom nektek, egy közületek elárul engem. Erre a tanítványok tanástalanul egymásra néztek, mert nem tudták, kiről mondta ezt. A tanítványok közül az egyik, akit Jézus szeretett, a vacsorát Jézus mellett ült. Simon Péter intett neki: kérdezd meg, kiről beszél? Ő Jézushoz fordult és megkérdezte: Uram, ki az? Jézus így felelt: az, akire a bemártott falatot adom. Ezzel bemártotta a falatot a tálba, és odaadta a karióti Júdásnak, Simon fiának. A falat után mindjárt belészállt a sátán. Jézus ennyit mondott neki: amit tenni akarsz, tedd meg mielőbb. Az asztalnál ülők közül senki sem értette, miért mondta ezt neki Jézus. Egyesek azt hitték, hogy mivel Júdásnál volt a pénz, Jézus megbízta: vedd meg, amire szükségünk lesz az ünnepekre. Mások pedig azt gondolták, hogy adjon valamit a szegényeknek. Miután Júdás átvette a falatot, azonnal kiment. Éjszaka volt. Júdás távozása után Jézus ezeket mondotta: most dicsőül meg az emberfia, és az Isten is megdicsőül ő benne. Ha pedig az Isten megdicsőült benne, az Isten is meg fogja őt dicsőíteni önmagában, sőt, hamarosan meg is dicsőíti. Gyermekeim, már csak rövid ideig leszek veletek, keresni fogtok engem, de amint a zsidóknak megmondottam, most nektek is megmondom: ahová most én megyek, oda ti nem jöhettek. Erre Simon megkérdezte: Uram, hová mégy? Jézus így válaszolt: ahová én megyek, oda most nem jöhetsz velem, de később követni fogsz. Péter azonban erősködött: Uram, miért ne követhetnélek én téged most? Az életemet is adom neked. Jézus azt felelte neki: életedet adom, értettem? Bizony-bizony mondom neked, mire a kakas megszólalt, te háromszor tagadsz meg engem. Ezek az evangélium igéi. Áldom téged, Krisztus! Az igazság, hogy némi nemű zavar van bennem, annyira sok minden dolgozik bennem az evangélium kapcsán is, a veletek való beszélgetés által is, azok által, az ígéretek által, amiket ígértem nektek, hogy imádkozunk. Úgyhogy nyomás, terhe van rajtam, és elsősorban kérem az Úristennek a kegyelmét, hogy ettől szabadítson meg most, mikor veletek imádkozok, és értetek imádkozok, hogy elsősorban mindannyian ráfigyeljünk, és ne ezek a dolgok kössenek, ne az elvárások, amiket kimondva, kimondatlanul én támasztok, vagy ti támasztotok azért, hogy hogyan zajlódik a közös ünneplésünk, a Szent Mise, és ott miről esik szó. Legelső sorban Izaiás próféta adott nekem nagyon nagy reménységet a ma hallott
olvasmányban, amit Henrik atya olvasott fel előbb. Kevés az, hogy a szolgám légy, és fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izraelnek a maradékát. Én a nemzetek világosságává akarlak tenni, hogy az én üdvösségem eljusson a föld határáig. Ezt a mondatot nagyon hallgassátok meg, mert ez lelki alapot ad mindannyiótoknak. Kevés az, hogy a szolgám légy, és helyreállítsd a tegnapit, a tegnap előtt, a tavaly ünnepet, a tavaly előtti ünnepet. Az, amikor boldog voltam a családommal, és nem így éltük meg ezeket a napokat. Nagyon kevés, hogy fölemeld Jákob sátrait, fölemeld a családodat, és jól érezd magad. Én többet akarok neked adni. Én a nemzetek világosságává szeretnélek tenni téged, hogy aki téged lát, végre lásson engemet is. Ha nem is szólnék másról, és ezt a mondatot valahogy a szívetekbe tudnám ültetni erre az egész nagy hétre, és ha ezt fel is fognátok, és meg is értenétek, akkor nagyon nagy öröme lenne az Úrnak, és nekünk meg lehet ilyen butaságot mondani, szakmai siker, hogy sikerült a testvéreket eljuttatni az Istennek a figyelmére. Mert a rengeteg kérésetek az mind jogos, igazságos, és méltó abszolút, és értő is, mert aggódtok meg minden ilyesmi. De én most nem abból akarok foglalkozni, mondja az Úr, hogy te hogyan gondolod el jónak az életedet. És az én szájam, ízem szerint megy az ima, megy a gyógyulás, megy a családi béke, az én szájam, ízem és elgondolásaim szerint becsül a férjem, elöljárom, mit tudom én mi, hanem tovább szeretnélek emelni téged egy olyan valóságra, ami által megmutatkozhatok a te életedben és a többiek életében. Apor Vilmos püspököt emlegettem itt az egyik szándékban, és tudom, hogy sokan vagytok itt nézők, akik Apor Vilmos püspöknek a tisztelői vagytok. Egy-két mondatot bevezetőképpen említek róla. Győri püspök volt, és 945. április 2-án, húsvét hétfő hajnalban halt meg, és mai nap, március 30-án szenvedt el a vértanú halált a győri püspöki palota pincéjében, amikor védelmezte a rábízottakat. Most így az életének eseményeit nem akarom feltárni, csak beleilleszteni és kérni a püspök atyának a közbenjárását, aki az egész élete példájával nem a személyi kultuszát akarta kihangsúlyozni, hogy győri püspökként én mit tettem meg előtte gyulai plébánosként, meg a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciában betöltött helyével és megnyilatkozásaival nem azt erősítette, hogy ő mekkora formátum, hanem kevésnek találta önmaga szempontjából is, hogy én helyreállítsam Jákobnak a sátrait, helyreállítsam mondjuk a magyarság lelki állapotát, meg ilyesmi. A nemzetek világosságává tette az Úr azáltal, hogy ezt a vértanú halált ott vállalta, amikor a bújtatott asszonyokat, ifjakat és más testvéreket védelmezte. Tehát püspök atya, megszólítalak téged a mai napi misében, hogy így imádkozz a testvérekért, hogy az élet példádon keresztül lássák a testvérek, a hívek, akik állandóan az Úrnak a nyomait keresik, és persze a maguk életének jobbulását remélik, ami nem baj, ismétlem, hogy nem baj, de ebbe a töbletbe, ebbe az Izaiás prófétai töbletbe próbálsátok meglátni azt, hogy nem az egészséges nagymama és a örömteljes szülő feltétlenül az elsősorban lévő hivatásotok, a jól prédikáló pap és a beteljesedett családapa az Isten terve. A nemzetek világosságával akar egyik minket tenni, fénylő, tanúságtevő, szeretett gyermekévé, az ő akarata szerint, hogy erre hegyeződjön a fületek itt ma, és
a nagybőjt többi napjaiban evangéliumhoz is elérkezünk lassan. Szent János könyvéből hallottátok ugye az utolsó vacsorának azt a jelenetét, amikor Júdás készül megtenni a lépését, és Péter önmagát igazolja. Azon gondolkodtam itt, hogy az Úr, és ez segít most a helyzeteteken, tehát segít azon a helyzeteteken, amiben benne vagytok, és ahogy az Úr ügyeihez szoktunk állni, gyónásaitokból ismerem, veletek való beszélkedéseitekből ismerem ezt a lelki állapotot. Mit mond az Úr Júdásnak, emlékeztek? Nem azt mondja, hogy ó, Júdás, ne tedd, ez nem méltó a rendes zsidó emberhez, meg ilyesmiket. Tehát nem megint erkölcsi és felületi szinten kezeli az egészet. Amit készülsz, tedd meg mielőbb. Ez a mondat szerepel a Szentírásban. Mit mond Péter a hű? A szeretett tanítvány barátja, az apostolok feje. Ó, Uram, te akárhova mész, én követlek téged még a világ végére és a halálba is. Bizony, mondom neked, mielőtt a kakas háromszor megszólal, pontosabban már butaságot mondok, mielőtt a kakas megszólal, te háromszor megtagadsz engem. Azért hoztam ide ezt a két embert, ezt a két arcot és az Úrnak az őszinte szavait, hogy a lelki alapállapotoknak adjátok meg a változás lehetőségét. És ne az én fondorlataim, a gondolataim szerint dőljön el az, hogy én hogyan viszonyulok élethelyzetekhez. Péter már elmondja, hogy hogyan fog viszonyulni az Úr kereszthalálához. Ő megmondja, hogy ő hű, ő kitart, stb. Tudjátok, mikor van Péter megtérése? Nem szerepel a Szentírásban. Péter megtérése nem szerepel a Szentírásban, a Szent Hagyományban maradt fenn. A Via Appián, amikor megy kifele. Hát a testvérek azt mondják neki, hogy hát te Péter az apostolok feje vagy. Neked ezt túl kell élni, ezt a keresztény üldözést, te meneküljél, mert te rád még szükség van. Meg nem tudom, miket mondanak, és megy kifele. És akkor szembe jön bele az Úr, hogy hát én megyek meghalni. Hova? Rómába helyetted. Akkor van a megtérése. Ne a terveiteket kövessétek. Mi az árulás? És akkor megérkeztünk a mai napi evangélium szívéhez. Mi az árulás? Az árulás az, amikor a saját fejem után megyek. Júdásnak elvárása volt. Ha ő az üdvözítő, ha ő a messiás, az én valóságos Istenem, akkor itt rendet csinál, engem a jobbjára ültet, itt majd rendbe hozzuk a dolgokat Jézussal, figyelitek? Veled, és minden nagyon jó lesz. És mi van emögött az árulásban? A saját önzése és a sátán. Péter valami nagyon hasonlót gondol, csak ájítatos módon csinálja ezt. Uram, én követlek téged a halálig, és tudjátok a történetet. Megkapja a kegyelmet, nem arról van szó. Ti is megkapjátok a kegyelmet. Már az kegyelem, hogy itt most hallgatjátok ezt a prédikációt, ha tetszem, ha nem. És tudtok így az Úr akaratában lenni. És hagyj hozzam vissza még egyszer Izaiás prófétát. Kevés az, hogy a szolgám légy, hogy fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. Nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig. Ki fog ez nagyon szépen bontakozódni itt a napok ünneplésében. Egy másik dolog, amit ide hoznék nektek, gyakorlati jellegű. Most az ünneplésekben nektek is más módon kell hozzáállni, mint az eddigiekben, bár tavaly már volt egy érdekes kísérlet. Azt beszéltük éppen a templom előtt egy családdal, hogy
ott volt édesapa és édesanyja is, hogy amiket itt a Szent Három napban megélünk, akár az utolsó vacsora emlékmiséje, de leginkább mondjuk a nagypénteki szertartás vagy a feltámadás vigíliája, annak az ünneplése, hogy ti készüljetek otthon erre elő ünnepi módon. Mire gondoltunk itt a testvérekkel? Arra gondoltunk, hogy a család apja legyen a család papja. Vezesse otthon a liturgiát. Nem azt mondom, hogy ő misézzen, félre ne értsetek. Csak ezeket a nagyon fontos, megjelenítő elemeket, amiket alkalmazunk, akár mondjuk nagy csütörtökön, a lábmosás szertartása. Egy édesapa felkészítheti a családját, hogy gyerekek, én meg fogom mosni anyának a lábát, és a ti lábaidokat is meg fogom mosni, és bár én nem vagyok pap, de mégis az általános papságomnál fogva, meg a családban betöltött szerepem, feladatom által mégis meg tudom nektek jeleníteni Krisztusnak a titkát ilyen módon. Fölveszem az ünnepi ruhámat, a legszebbet kötényt kötök magam elé, és lehajolok a lábatokhoz, hogy megmossam őket. Hogy átérezzétek, hogy mit akar az Isten. És nagypéntek, azt is ötletként beszélgettük. Erik atyával, meg a családdal. Vegyetek elő ti is nyugodtan otthon egy feszületet. Burkoljátok be a lila kendőbe, és amikor megy a feszületnek a leleplezése, íme a Szent Kereszt, ha rajta függött valaha, otthon ti is vegyétek ezt. És akkor nem az van, hogy nyúlik a Pisti, meg fekszik a Bori az ágyon, hanem a ti ünnepi asztalotoknál is zajlik a liturgia, paraliturgia. És velünk együtt kiegészültök. És otthon is, nagy szombaton is, a vigília szertartásban este, ami már vasárnap előeste, előveszitek a gyertyát, meggyújtjátok a fényliturgiában, éneklitek az énekeket, és megszűnik végre ez a mozihatás meg, hogy a Zoli atya imádkozott a szándékomra dolog. Persze, hogy imádkozott. De bevonódtok. Több lesztek, mint Izrael sátorának restaurátorai. Több lesztek, mint a családotokért könyörgő valaki, aki itt a földön reméli az üdvösség teljességét mind a mai napig az árulás akarata miatt. Beköszönthet a megtérés az életetekbe. Apor Vilmos püspök, könyörög érettünk ezen a mai napon, és különösen add áldásodat az emberekre, hogy belássák mindezt, amit te beláttál, megértsék az olvasmány szövegét, megértsék az evangélium tanítását. Még egy utolsó kis szimbólumot tanításképpen idehozok. A bemártott falatról van szó, az fog engem elárulni, akinek a bemártott falatot adom. Tudjátok, hogy akkor a széderestét ünnepelték, és a kárpászt, a remény növényét, a zöldellő zellert, vagy bármilyen más zöldellő növényt mártották bele a könyvbe, ami a sósvíz. És ezt a falatot kapja meg Júdás. Ez persze szimbolikus értelmű, és a széderben, az egyiptomi kivonulásban van ennek jelentősége, de mégis a reménység merül alá most a könyvbe, hogy teljessé váljon. Nem a Júdás tettét hangsúlyozom, nehogy valaki ezt gondolja, félre ne értsetek. De az Úrnak a viselkedését, az Úrnak a felétek irányuló partnerságát, ez talán jobb. És az akaratotoknak a fogadását, és a bennetek, bennetek lévő maximális kegyelmi lehetőséget szeretné használni. Ne elégedjetek meg a kicsivel, a kevéssel, a mulandóval, a hétköznapival, ami elmúlik. Az örökre törekedjetek. Amen.
Ó, édes Jézus keresztény, családok szent királya, te vagy, aki a szerelmet s a hűséget megáldja. Oltárod a családéke, szent szíved a köteléke, a szülőknek példaképe, a gyermekek barátja, és jóságos királya. Testvéreim, kérjük mennyei atyánkat, hogy a nagybőjti szent időben készségesen hallgassuk az ő szavát, és azt meg is valósítsuk életünkkel. Az evangélium világossága űzze ki az emberek szívéből a bűn sötétségét. Kérünk téged, hallgass meg minket. Megváltunk jósága és ember szeretete az egyházon keresztül áradjon ki az egész világra. Kérünk téged, hallgass meg minket. Krisztus békéje szüntesse a népek között a gyűlölködést és viszálykodást, hogy a nemzetek békében munkáltathassanak. Kérünk téged, hallgass meg minket. A nagybőjti szentbeszédek szítsák fel a hívekben a bűnbánat és a megtérés kegyelmét. Kérünk téged, hallgass meg minket. A kegyelem ereje segítsen minket, hogy a kísértéseknek mindenkor ellenálljunk, és a jóban pedig mindig hűségesen megmaradjunk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, irgalom atya, fordulj felénk jóságosan, amikor bűnbánattal és bizalommal közeledünk hozzád, és újítsd meg kegyelmedet népedben, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk néked, mint a föld termését, emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott legyen az Isten mindörökké. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istene, mert a te bőkezűségedből kaptuk a bort. Felajánljuk néked, mint a szőlőtő termését, emberi munka gyümölcsét, ebből lesz számunkra a lélek itala. Áldott legyen az Isten mindörökké. Alázatos lélekkel és töredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket. És legyen kedves színed előtt áldozatunk. Mosd le, Uram, bűneimet is. Vétkeimtől tisztíts meg engem. Imádkozzunk együtt, testvérek, hogy közös áldozatunk kedves legyen, ami Urunk Istenünk színe előtt. Fogadja el az Úr kezünkből az áldozatot. Nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára. Urunk és Istenünk, fogadj szívesen házad népének adományait, hogy akiket kegyelmi ajándékodban részesítesz, vezesd el azokat a teljes boldogságra, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket, fölemeltük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek, méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges atyánk, mindenható örök Isten, mert fiadnak üdvözítő szenvedése által
Az egész világ felismerte, hogy milyen nagy hálával tartozunk néked. A kereszt kimondhatatlan ereje nyilván hirdeti, hogy Krisztus győzött a világon, és megfeszít vele úrrá rajta. Ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt, Urunknak vallunk téged, és újjongva zengjük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, mindenség Ura Istene, dicsőséget betölti, ha mennyet és a földet, hozsanna a magasságban. Áldott, aki jön az Úr nevében, hozsanna a magasságban. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka, halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk föl támadásodat, amíg el nem jössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Úrunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a
szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaimnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne a vétkeinket nézd, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen közöttünk mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk mindenkor. Béke. Isten báránya, te elleszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elleszed a világ bűneit, irgalmazz nekünk. Isten báránya, te elleszed a világ bűneit, adj nekünk békét. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Uram Jézus, hiszem, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Hiszem, hogy át akarsz alakítani nem csak a te akaratod miatt, hanem az akaratod szerint való méltóságom miatt, amivel teremtettél. Azért jöttél a világba, hogy túlláthassak a mindennapok árnyain. Ne itt akarjak beteljesedni, hanem veled akarjak beteljesedni. Ehhez add meg a kegyelmeket számomra lelki áldozásban. Amen. Krisztus teste és vére. Amen. Boldog ember az,
ki bennem hiszik, hisz fel is tanss, ó, hogy jó az Úr, ó, hisz fel is tanss, hogy az Úr jó. Most pedig az imádságunkat úgy folytatjuk, hogy az elhangzottaknak a tartalmában és kegyelmében kérjük az Úristent, és ajánljuk neki életünknek minden napját, de ugyanilyen mértékben és ugyanezen a szinten is, ismétlem, csak ugyanilyen szinten. Ezt a járványhelyzetet is hisz, hogy Ura mindennek. Kérünk téged, Urunk Istenünk, hogy akaratod érvényesüljön minden körülmények között. Mi üdvözülni akarunk, és nem túlélni. Nem szebb napokat akarunk látni, hanem az örök üdvösséget akarjuk ízlelni és látni. Ennek a tudatában, ennek a megvallásában kérjük, hogy orvosold ezt a helyzetet és életünknek minden napját. Bocsáss meg, Urunk, minden bűnünket, amit gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással követtünk el. Szent Háromság egy Isten, irgalmaz nekünk, mind a magyar szentek és boldogok. Könyörögjetek érettünk. Mai napon Vilmos bácsi, Apor Vilmos püspök, könyörög érettünk. Szent Mihály főangyal, könyörög érettünk. Saját fiát sem kímélte Isten, hanem mindnyájunkért áldozatul adta. Üdvösség szerző ajándékoddal tápláltál minket, Istenünk. Kérjük irgalmadat, tegyen bennünket az örök élet részesévé ez a szentség, amelyet rendelésed szerint a föld életben, amelyet rendelésed szerint a föld életben táplálkozunk, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Mindjárt lesznek még hirdetések, de ezt a szívetekre akarom kötni csomóként, ezt az Izaiás prófétát. Kevés az, hogy a szolgám légy, és fölemeld Jákob törzseit, és visszatérítsd Izrael maradékát. A nemzetek világosságává teszlek, hogy üdvösségem eljusson a föld határáig, és akkor fogadjuk Henrik atyától hirdetéseket. Szokatlan, testvérek, az, hogy így egy hétköznapi szentmisében hirdetünk, de örömhírt hirdetek nektek. Méghozzá azt, hogy amikor eljön a feltámadás öröme, akkor Jézussal azért találkozhatunk, mert azért az úgy nincs megtiltva, de nagyon szigorú és fegyelmezett módon kell ezeket a szabályokat, amik az egészségügyi, járványügyi előírások megtartanunk. Egész konkrétan majd amikor közeledünk a hétvégéhez, akkor fogjuk elmondani, hogy hogyan fogunk húsvét vasárnap áldoztatni Kelenvölgyben, mettől meddig. Ez egy nagyobb intervallum lesz, amit megadunk, és mikor áldoztatunk húsvét vasárnap Albertfalván. Ez egy rendkívüli áldoztatás. Akik a Kelenvölgyiek kedvéért mondom, hogy akik Albertfalván az első hullám alatt ezt megélték, tudják, hogy ezt nagyon fegyelmezetten kell tennünk, ami azt jelenti, mi is azért vállalunk akár a több órás vagy másfél órás ilyen intervallumot is, hogy
elosztva tudjatok jönni, tehát nem dömpingszerűen, és arra is kérünk benneteket, sőt intünk is benneteket, hogy a szentáldozás miatt jöjjetek csak. Fel lehet hívni egymást, lehet keresni egymást, de azt kérem, sőt elvárom tőletek, hogy ha már ezt a lehetőséget, amely nem kifejezetten ajánlott, de nem megtiltott, vállaljuk, akkor vigyázzunk egymás egészségére. És amennyiben ezt hadd mondjam ki, a szigorú plébánosnak a szavával, az első hullám alatt már megszokhattátok, amennyiben azt látom, hogy visszaélnénk ezzel a lehetőséggel, na nem úgy, hogy az áldozást nem tartjuk fontosnak, hanem hogy utána egy lehetőség erre, hogy itt maradjunk, és vágyakozva akarunk egymással hosszasan beszélgetni, és gócpontok, gumók alakulnak ki, akkor sajnos ezt el kell veszítenünk. Tehát próbáljuk meg ezt tényleg az Úr Jézusra való találkozás miatt megélni. Az első hullám alatt Albert Valban nagyon jól vizsgázott. Lehet, hogy azért, mert látták, hogy látom a dolgokat, de tényleg nem beszélgettek, tényleg mindenki távolságban megállt egy rövid időre. Mindenki odahaza indítsa föl a bűnbánatot, ugye, mert a liturgikus részét is a minimálisra szorítjuk. Odahaza felindítod a bűnbánatot, eljössz a szentáldozáshoz, figyelsz, hogy nem hosszú sorok vannak, ki fogunk ülni a templom elé, és ott várunk benneteket. Elmondjátok magatokban a mi atyánkot, és amikor odaérsz, akkor már Krisztus teste, áldozunk ki a kezünket, úgy, ahogyan megtanultuk, viszintesen a pap elé tartjuk, nem ferdén, mert akkor leesik, nem V alakban, mert megint leesik, és nem ilyen marok formájában, mert akkor hozzáérünk a kezetekhez. Tehát, és mindenki hozza a saját fertőtlenítőjét odahazulról, jó? Tehát előtte befújjuk a kezünket, úgy tartjuk oda a pap, vagy az áldoztató diákonus elé, és amikor magunkhoz vesszük, akkor utána csöndben még itt a kertben, hála Istennek Albert falván is, Kelenvölgyben is szép nagy kert van, félre lehet vonulni, csöndben a szívemmel odafordulhatok az Úrhoz, és akkor szépen hazamegyünk. 4 vagy 5 ember bejöhet a templomba is, de egyszerre csak 4 vagy 5 ember lehet benn, szétszorodva a templomba, ezt is figyeljük majd. Éppen ezért próbáljuk meg a másikra is figyelni, tehát nem az, hogy én bent maradok a családommal egy fél órát, mert akkor azok, akik jöttek áldozni, ők is szeretnének bejönni az Isten házába, ahol mi is egy kicsit otthon érezzük magunkat. Gondoljunk egymásra, jöjjünk ki. A nap folyamán megtehetjük ezt máskor is, hogy eljövünk, vagy a hét folyamán, tehát próbáljuk meg ezt így megtartani. A konkrét időpontokat majd, ahogyan közeledünk a hétvégéhez, vasárnaphoz közölni fogom, de hát ezt az örömhírt azért már adjam közre vigasztalásul mindnyájtok számára. Az Úr legyen veletek! És a lelkeddel! Boldogságos Szűz Mária és minden védőszentjeitek, itt a Kelenvölgyi templomban a Szent Háromságos Egyisten különös kegyelmi kijáratása által. Az összes magyar szentek és boldogok és a mai napnak a védőszentje, boldog Apor Vilmos különleges közbenjárására is, de Szent Mihály főangyalnak is közbenjárása által áldjon, őrizzen, oltalmazzon, erősítsen, gyógyítson mindannyiunkat a mindenható Isten, Atya és Fiú és Szentlélek. Amen. A szemmisel égetért mondjunk áldást az Úrnak. Istennek legyen hála. Boldog asszony, hogy anyád, régi nagy pápolnád, nagy ínséggel éri, így szólít meg hazád. Magyar országból, édes hazánkról, ne hazánkról, ne felejtkezél el,
szegény magyarokról. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya, keservét a búnak bajnak eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hőimáid gyermekidnek nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kinya nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen. Váltsátok tettekre az evangéliumot, dicsértessék a Jézus Krisztus.